köszönöm a türelmüket, megcsúszott a programom, de én magam a kis ceruzámmal egy órára terveztem a végét, hiszen valóban az átállásokkal és a kis továbbtartásokkal, összekötésekkel ez lett volna a program idő. De még mielőtt elmennénk, műsoron kívül három mondat erejéig engedjék meg, hogy ide kérjem a mikrofonhoz Sandor Jánosnak, ma már említettük, Szent Györgyi András Tubi, aki a Visegrádon élő családtag. Kérlek, szólj néhány szót még polgármester zárszóval. Már elég vidáman fejeztem be. 13. unoka, én a 12. Majdnem egy. De azért meghatottsággal állok itt, és szeretném magam és a családom nevében megköszönni ezt a nagyon-nagyon kedves megemlékezést a nagyapámról. De nehéz. Szóval szeretném hálámat kifejezni mind a családom, mind saját nevében, ezért nevemben, ezért a csodálatos megemlékezésért, mely még a család számára is nagyon-nagyon sok újdonságot nyújtott az életéből. Én biztos vagyok abban, hogy amilyen ember ő volt, most fönn a mennyországban nézett minket, és nagy-nagy örömmel és boldogsággal figyelt minket. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, és hálás vagyok ezért a megemlékezésért. Valóban középkori falakhoz méltó pulpitus és mikrofon. Nehéz mozgatni. Én közben végignéztem a családi fotókat, külön szemináriumot szervezünk erre az ebéd helyett. Tanár úr, kérlek, ezt akkor majd hirdesd meg a plakáton. Jó, tehát konferenciánk végéhez értünk, a zárszó következik. Tisztelettel fölkérem Félegyházi András polgármester urat, tartsa meg rövid zárszóát. Köszönöm. Csak a szeretet az, amely nem ismer ártatlan áldozatokat, ha csak nem önmagát áldozza föl. Tisztelt elnök úr, államtitkárasszony, tisztelt hölgyeim és uraim, sok veretes gondolat hangzott el a mai délutánban nyúló délelőttön. Én mégis azt a mondatot hoztam ide, ezt a gondolatsort zárandó, amellyel meg is kezdtük az ünnepi megemlékezést, konferenciát, mely Zsitvai Tiborról szól, Zsitvai Tibortól idézve. Mi itt Visegrádon, visegrádiak tudjuk azt, hogy Visegrád egy különleges helye a világnak, habár néha-néha nem pontosan tudjuk azt, hogy miért is az. Mi nagyon szépen köszönjük kedves vendégeinknek, akár védnökként, akár előadóként, akár bármilyen más módon támogatóként, hogy emlékeztetnek minket a mai napon Zsitvai Tibor személyére, akinek lelke gazdagságát ma előadóink fölvillanthatták nekünk, és bízom abban, hogy nagyon-nagyon sokan láthatják majd ezt, hiszen serényen dolgoztak az operatőr kollégák is. És bízunk abban is, hogy ezek a gondolatok arra is fölhívják a figyelmünket itt Visegrádon, hogy ez még akár a mai napokban is megtörténhet velünk, hogy a mai napokban is élhetnek közöttünk olyan emberek, akár egyébként Visegrádon túl is, akikkel szembe jövünk az utcán, akik ugyanúgy elmennek a boltba vásárolni, mint mi, vagy az óvodába, iskolába, de egyébként az ő hétköznapjaikban, kilépve szűkebb pátriából, nemzetre szóló, nemzetépítő, világra szóló cselekedeteket tesznek. Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm önöknek az itt eltöltött Zsitvai Tibor emlékének áldozott időt. Köszönöm szépen a figyelmet is. Thank you.